Semmi baja sincs Gyurcsány Ferenccel, és nyilatkozatháborút sem folytat a DK elnökével, állítja Botka László, aki szerint a hitelességhez és a kormányváltáshoz új arcok kellenek jövőre. Vendégünk Molnár Gyula. Áron alul kiadott üzletek és szóbeli szerződések alapján kifizetett 100 milliók a Budai Várban. A fejlesztésekkel megbízott cégvezető sajátjaként kezelte az ingatlan vagyont. A stúdióban Brückner Gergely. Brüsszelben reagált a kormányzati vádakra Soros György, aki szerint Orbán Viktor maffia államot épített ki Magyarországon. Hogy hova vezet a vita a milliárdossal, arról Juhász Attilával, Szgut Edittel és Feledi Botonddal beszélgetünk. Közismert színészek, zenészek, írók álltak ki a civilek mellett. Valamennyien megbélyegzőnek és diszkriminatívnak tartják a civil szervezeteket vegzáló törvénytervezetet. Vendégünk Grecsó Krisztián. 2014 tavaszán nem hozott kormányváltást az ellenzéki összefogás, most pedig még az is kérdéses, egyáltalán meg tudnak-e állapodni a baloldali pártok. Szakértők szerint a Fidesz és a Jobbik jöhet ki győztesen az ellenségeskedésből. A stúdióban Farkasházi Tivadar és Vágó István. Amikor a múlt hétvégi kongresszuson hivatalosan is a szocialista párt miniszterelnök jelöltje lett Botka László, azt a sajtó valahogy úgy kommentálta, hogy teljhatalmat kapott a pártban. Molnár Gyula pártelnök azóta most először vendég az Egyenes Beszédnek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy érinti ez önt? A lehető legjobban. Szerintem mindegyik komolyan vehető politikai pártban ez úgy néz ki, hogyha van miniszterelnök jelölt. A miniszterelnök jelölt az arca, az első számú vezetője innentől kezdve a politikának, és értelemszerűen a pártelnöke pedig teszi tovább a dolgát. Ráadásul szerintem a mi politikai kultúránkban nem szokatlan az, hogy ilyen tandem jellegű, egyébként sikeres együttműködések vannak, szóval szeretném ezzel Egyesi Kovács, Gyurcsány Hiller párosokat. Tehát lesz feladat bőven, hiszen nekem lesz a dolgom a 106 jelölt, pártszervezet, kampány dolgai. Ráadásul... Na de a 106 jelölt dolgában is vétójogot kért és kapott Botka László, tehát ha neki van teljhatalma, akkor önnek mennyi hatalma maradt? Hát nem tudom, hogy ilyenkor mi a képi világ, hogy akkor telj alja teteje, de szerintem nem szabad ezt a kérdést ilyen módon föltenni. A 96% azt mutatja, és az én szándékom, az én politikai mozgásom az elmúlt fél évben is erről szólt, hogy egy nagyon komoly lehetőség és esély Botka László jelölése. Továbbra is megfogalmazom az zárójelbe, hogy ez egy ajánlat. A szocialista párt választotta, de mégiscsak ajánlat mindenki más számára is. És most kezdődik az igazi feladat, a 106 helyen találjuk meg az egy kihívót. Ha ebben Botka Lászlónak valakivel kapcsolatban kritikai megjegyzése, észrevétele van, azt nyilván figyelembe fogjuk venni, de ez nem erre felemennek a dolgok. Én ma azt látom, hogy jól kiegészítjük egymást, én inkább ezt így fogom fel. Nekem mondhatnám azt, hogy picit könnyebb és kényelmesebb a szerepem, talán picit hálásabb is, ma úgy látszik, hogy több konfliktust neki kell vállalni, én készen állok arra, hogy néhány konfliktust még át is vállaljak. Szóval Ez most nem lesz olyan, amiben be lehet kettőnk közé rakni az éket, ezt őszintén mondom. Ez nekem sem volt eszem ágában sem, de ha akkor... már így ajánlkozott, hogy konfliktusokat vállalna át, akkor mindjárt meg is kínálom egyel, amiről feltételezem, hogy egyébként egyáltalán nem szeretne róla beszélni, mégsem tudjuk megkerülni. Gyurcsány Ferenccel megy itt a húzavona már egy jó ideje, rendkívül publikus módon. Ez ön is nyilván tudja, mint ahogy nyilván olvasta a legújabb nyilatkozatokat is. Ez ügyben sok mindent érdemes ebből idézni. Kezdjük talán ott, hogy azt mondta Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, hogy az MSZP elnökségében az ő információi szerint többen vannak, akik Botka Lászlóval szemben nem akarnak valójában közös választási listát 2018-ban a DK-val, egy szinten lejjebb a pártban pedig az ilyenek vannak túlnyomó többségben. Elképesztően jó gondolat. Ő azt mondja, hogy ez egy információ. Gyakorlatilag azt mondja, nem akarok róla beszélni, ezzel csak ezzel ki tudnánk tölteni az egész műsoridőt. Én borzasztóan kedvelem Gyurcsány Ferenc politikai stratégiáját és stílusát. Tényleg? Azt tudom mondani, hogy... Ez most irónia, hogy egy picit idézőjelbe teszem, hihetetlen érzéke van egyébként ahhoz, hogy mikor, melyik pillanatban mi a helyes lépés. Nagyon gyakran most már rosszak a reakciói. Ugye arról a Gyurcsány Ferencről beszélünk, aki éppen aznap, amikor ezt a hírt bedobta, éppen aznap derült ki, hogy hát könnyen lehet, hogy félrevezették őt talán, vagy megvezették ebben a állítólagos titkos bankszámla ügyben. Ő az a politikai típus, aki, ha probléma van, egy másik problémát, fedő problémát fölé rak. Tehát az önökkel való Ferenc... veszekedés, az a fedő problémája, igen, annak az ügynek, hogy ő az, mit hogy... látott vagy nem látott Orbán Viktor bankszámlájában. Igen, az, hogy odáig elmegy, hogy tudja, vagy vélelmezi azt,
az az ember, aki még egyszer mondom, éppen rácsúszott egy olyan jégre, amin azért most már tényleg kell neki valamit mondania, hogy milyen alpon rócsózta végig a magyar sajtót, és tette, amit tett. Ez az ember, ugye most Gyurcsány Ferencről beszélünk, szombaton összehívott egy valamilyen értekezletszerű valamit, nyilvánvalóan a szocialista pártkongresszusának a hekkelése céljából. Ott mondott egy mondatot, fel fogja hívni, senkit nem érdekelt. Ment tovább a dolog, lett egy telefonbeszélgetés, Botka László elmondta ugyanazt, amit eddig mindig. Ennek se lett túlságosan nagy visszhangja, vagy jött az, hogy tudja, hogy az MSZP elnökségében többségben vannak azok, akik nem akarnak közös listát. Elképesztő butaság. Egyébként azzal nem értek egyet, hogy lehet volna visszhangja, ennek mind meglehetős visszhangja van, hogyha ez mind hekkelés, akkor Gyurcsány Ferenc egy nagy hekkelőmester. Nézze, én őszintén mondom, hogy ez olyan média buborékban probléma, amiben mi mindannyian, ön is, én is benne élünk. Valójában az emberek többsége azt mondja, hogy mondjuk meg, hogy mivel, kivel és hogyan lehet leváltani ezt a kormányt. És valójában érdekes, az emberek többsége feltétlenül azt mondja, hogy ezt fejezzék be. Abszolút, ezt akartam mondani, hogy be is fogjuk fejezni. Pont az ön a bejátszás, az utolsó interjú ma ugye az lesz, hogy valójában a 14-es sikertelenséget meg akarjuk-e ismételni még egyszer. Erre mondjuk azt, hogy nem. Új szavazókat kell bevonzani. Én azt mondom most már hónapok óta mindenkinek, Gyurcsány Ferenctől kezdve Karácsony Gergőig, Juhász Péternek, hogy mindenki a saját maga bázisát erősítse meg. És amikor készen állunk arra, hogy ezek a bázisok már összeadva alkalmasak arra, hogy változás legyen, akkor ezeket rendezzük össze. Hadd mondjak még valamit, egy nagyon cinikus dolog van ebben az egészben. Hónapok óta, vagy amikor utoljára én még hivatalosan, félhivatalosan beszéltem Gyurcsány Ferenccel, ő mondta azt, hogy nem akar közös listát. Tehát most tulajdonképpen olyasmi játszmát állít elő, miközben ő maga már réges-rég arról beszél, hogy próbáljunk meg megállapodni egyéni jelöltekbe, de a listákba kár összefognunk, ami egyébként szerintem a vereség beismerésének a forgatókönyve, akkor most visszavádolni ezzel szerintem értelmetlen. És ráadásul egyébként cáfolja határozottan, tehát Gyurcsány Ferenc rosszul tudja, hogy az MSZP-ben is valójában ezt szeretnék többen? Borzasztó rosszul tudja. Ráadásul fordítva van a helyzet. Ha van bármilyen bizonytalanság ebben a pártban, bármilyen a mostani néhány hónapos mozgásunk illetően, az sokkal inkább a tetején van. Sokkal inkább a frakcióban, a párt elitben nevezzük így. Mert ahogy megyünk lefelé, ha egyáltalán van így, akkor sokkal inkább ott van. Ha már feldobta ezt a labdát, lent, nem gondolta, hogy nem fogom leütni. Tehát azt mondani, hogy ez a lefelé meg még inkább egy súlyos tévedés. De van ezek, most bocsánat, csak ezt most ön vetette fel. Igen, én vetettem fel. Bizonytalanság a párt szervezetének legtetején van. Azért, mert mindenkinek a saját maga szerepét ebben az ügyben meg kell találnia. Egy új helyzet van. Gondoljon bele abba, hogy volt mindenkinek egy politikai forgatókönyv a fejében. Egy olyan forgatókönyv, hogy hogyan fogunk eljutni szépen békésen 18-ig. Ez egy új helyzet. Az, hogy jönnek-e az eredmények, adjanak már nekünk egy pici időt ebben, hogy jönnek az eredmények. Ki gondolta itt valaha az MSZP-ben, hogy békésen fognak eljutni 18-ig? Hol láttak békét? A békés eljutás és az erős csata között azért van még egy fokozat, tehát a békés eljutást én úgy értettem, hogy egyéni körzetek, megállapodunk, szépen csöndbe összerakva a listát, és hát el fogunk jutni 18-ig, és abban a mai erőviszonyok, azok kiszámíthatóan, tervezhetően megvannak. Most ez a történet megváltozott. És egyébként én ma azt mondom mindenkinek, aki ideges emiatt esetleg, hogy nem kell izgulni, egy sokkal jobb helyzetet állítunk elő, reményeink szerint, mert mi a fenyért csinálnánk, ha nem úgy gondoljuk, hogy ez jobb lesz. Szóval mi tovább is közös listát akarunk. Most egyelőre egyre rosszabb a helyzet, és azt hiszem, hogy az erős csata is egy gyenge kifejezés, ugyanis Gyurcsány Ferenc már nem csak ott tart, hogy azt mondja, hogy bizonytalanság van az MSZP-ben, hanem azt mondja, hogy tisztességtelenség van az MSZP-ben, abban a pártban, aminek korábban ő volt az elnöke, tehát akár még hitelt is adhatnak sokan a szavainak, hogy nyilván tudja, hogy miről beszél, amikor például azt veti fel, hogy ő iszonyatos küzdelmet folytatott korábban az MSZP-ben annak a felszámolására, hogy definiálhatatlan forrásból hoztak táskában emberek pénzeket, de ez a kísérlete kudarcot vallott, ezért döntött úgy többekkel együtt, hát ez hogy csinálj egy új interjú, pártot. Most itt, ez szerintem legalább... Pár napos interjú az ATV.hu-nak, ahol beszélt erről most? Nem, szerintem Gyurcsány Ferenc mindig, amikor valami helyzet van, mindig előhúz egy olyan... Csaba Ildikó kolléganőm idézte neki korábbi mondatait ebben a témában. Ez az okfejtés volt a válasz? Ezt tudja, mikor mondta? Akkor, amikor éppen közös jelöltünk volt, azt hiszem Kéz Zoltán Veszprémben, valami az emlékem. Tehát valami hihetetlen képessége van arra Gyurcsány Ferencnek, hogy amikor valami siker felé haladnánk, akkor valamilyen módon megpróbálj szétromolni. Szerintem be kéne ezt fejezni. A Botka László megjelenése és mondata, szerintem pont erről szólnak,
hogy meg kell próbálni minden szempontból világosra tenni az emberek számára, hogy nem térünk vissza a 2015-ig se a kormányzati típusú, se a saját politikai típusú működésünket. De akkor ezek szerint ez még nem a totális háború Gyurcsány Ferenccel, amikor most ismét előveszi ezt a gondolatot, hogy az MSZP egy tisztességtelen párt, itt beazonosítatlan pénzek vannak, ő neki ebből lett elege, ezért csinált új pártot, és hozzá is tette a végén, hogy mennyire örül, hogy majd olyan pártot vezet, amiben a tisztesség nem megkérdőjelezhető. Akkor tulajdonképpen szerintem megérkeztünk a megoldáshoz, mert akkor ugye úgy vagyunk vele, mint az ablakpucolással, a mocsok mindig a másik oldalon van. Tehát ha ennyire így gondolja, akkor szerintem nem kell többet velünk foglalkozni. Akkor térjünk vissza oda, ahol voltunk, ahol én mondtam ezelőtt pár hónappal. Egyébként én magam azt mondtam a szombati kongresszus után, aztán valahogy utána csúszott el ez a dolog, és ő már erős háborról beszél, hogy igen, én felkértem a helyi vezetőimet, vezetőket, megyei elnököket és a városi vezetőket, hogy kezdjék el az egyeztetéseket az egyéni jelöltekről, nézzük meg, hogy annak van-e valamilyen kimenete, és majd valamikor ősszel térjünk ide-vissza. Hagyjuk már egymás békén 3 hónapig, a táskákat meg tényleg felejtse már Gyurcsány Ferenc. Hát még egyszer mondom, ha még sokat folytatja ezt a dolgot, akkor pont az lesz a baj, hogy amikor majd valami komoly probléma tényleg megérkezik, és tényleg valamit lehet találni igazi valódi bizonyítékokkal a Fidesszel kapcsolatban, akkor már hiába kiáltunk farkas, emberek azt mondják, hogy szokás szerint megint csak félrebeszélnek. Ami frissebb történet, hogy most Botka László járt Brüsszelben, ahol egész magas szinten fogadták, erről beszéltek is, de elég sok bírálatot kapott aztán a hazai jobboldaltól. Egyrészt azt mondják, hogy ellentmondásban van az, hogy Brüsszelben veszélynek nevezi a migrációs hullámot, azzal, hogy a brüsszeli útja előtt még úgy beszélt az MSZP-ről, mint aki nem építette volna fel a kerítést, és lebontja, ha kormányra kerül. És azt is mondják, hogy azért próbál meg Brüsszelben megfelelni, mert elvárnák az európai politikusoktól, hogy pénzzel támogassák az önök választási küzdelmét. Ez 3 nagyon fontos kérdést megpróbálom külön választani, és nagyon gyorsan. Szerintem jó üzenet az, hogy Botka László első útja Európa felé vezetett, mert szerintem a 7-es cikkely szavazás óta van egy reális veszély arra, hogy Magyarország nem csak hogy perifériára, hanem bizonyos szempontból ki is pörög ebből az uniós együttműködésből. Magyarország uniópárti, a szocialista párt uniópárti, és mi azt mondjuk, hogy a szavazás innentől kezdve arról szól, Orbán Viktor vagy Európa. Ez az egyes állítás. És milyen támogatást várnak ettől az Európától? Amikor azt mondjuk, hogy támogatás, akkor érdekes módon mindenki azonnal valami arra gondol, hogy majd hogy visszatérjünk, hogy a táskák fognak itt cserélni gazdát. Szó nincs erről, tehát Botka László nem ezért ment ki, miért ment volna ezért ki. Érdekes, hogy a Fidesznek ez jut eszébe. A Fidesz arra hivatkozik, hogy legalábbis a kormány közeli sajtó, hogy Lengyel Lászlónak, aki szerintük Botka László tanácsadója, bár ezt minden érintett cáfolja, arról beszélt szerintük, hogy az Európai Uniónak és az európai vezetőknek pénzzel kéne önöket támogatni. Ezért kérdezem most önt pártelnökként, hogy van-e ilyen elvárásuk? Nincs ilyen, és ráadásul tényleg annyira vacakul nem állunk, hogy a kormánypárti sajtóból csináljunk politikai tételeket. Az Európai Uniónál világosát tette Botka László, én is ezt szoktam mondani, hogy nem Magyarországot büntessék, hanem ezt a kormányt, legyen mindenkinek világos. Hogyha ez a kormány maradt 18 után, és nem fogunk csatlakozni a közös hadsereghez, nem fogunk foglalkozni az euróval, nem fogunk foglalkozni a közös ügyészséggel, akkor Magyarország vesztese is lehet, az ország is akkor már vesztese lehet hosszú távon. Nézzük a harmadik kérdést, mert ez a legkényesebb. Amikor a kormány elfogadta az ideiglenes műszaki határzár előterjesztést, akkor ebben az ideiglenesség szerepelt, és Botka László a Reuters interjúban felsorolta az ideiglenesség feltételeit. Ez a közel-keleti válság dolga, a török megállapodás kérdése, az európai közös együttműködés a határőrizetben. Mindezek után azt mondta, hogy ki az a bolond ember, aki ha minden feltétel adott, miért ne térne vissza a normális életéhez, miért ne térne vissza ahhoz, amikor nem volt ott kerítés. És mi pontosan azt mondjuk, szerintem csak ebben valamiért a mondataink elcsúszkálnak, és ezt én is valószínűleg hibás vagyok az október 2-i kampányt illetően, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy Európa nagy problémája a menekültügy. Ezt kell kezelni, de ebben nem Magyarország az, aki egymaga képes kezelni, ebben kell egy európai együttműködés, ebben lehet felületi kezeléseket kitalálni. Az egyik felületi kezelési mód az, amit Orbán Viktor csinált, de a globális megoldás mégiscsak Európában van. És mivel győzi meg azokat, akik ma azt gondolják, hogy ha nem akarnak migránsokat Magyarországon, nem akarnak menekült kvótát, és nem akarják, hogy Soros György ide telepítsen más kultúrájú embereket, akkor a Fideszre kell szavazniuk, hogy ezt rosszul gondolják? Hát először is szerintem ezeknek az embereknek azt mondom, hogy ne dőljenek be a propagandának, ne olvassanak Magyar Időket, ne olvassanak, ne nézzenek Echo TV-t, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy ezek felületi kezelések, amikről beszélünk, ez az igazi problémák előtt takarja el a felületet.
egy megoldás van, hogyha Magyarország teljes jogú tagként egy erős Európában van, és Európával közösen megpróbáljuk ezt a problémát kezelni. És ha ez a közös megoldás valami fajta kvótát jelent, akkor azt el kell fogadnunk? Azt nem lehet megtenni szerintem egy országnak, hogy csak kiveszi az előnyöket valamiből, és utána pedig, amikor kötelezettséget kell vállalni, akkor ne vállalna kötelezettségeket. Tehát ez egy tárgyalás. A korlátlan kvótát az MSZP sohasem fogadta el, ezt nyilván utolsó utáni percig tárgyalni kell, de azt gondolom, hogy az együttműködésben, ha vannak olyan elemek, amik nem annyira kedvezőek Magyarország számára, azokat bizony néha el kell fogadni. Köszönöm szépen, hogy itt volt.